Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Izinger Katalin, a Szent István Király Múzeum művészettörténésze. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen a meghívást. Nos, a beszélgetés alapja mindenképpen Székesfehérvár kulturális életének zászlóshajója, a Szent István Király Múzeum, illetve a Csók István Képtár, az ország zászlótéri kiállítóhely, a Szent István Király Múzeum kiállítóhelye, a Fekete Sas Patika, a Deák Képtár, tehát valamennyi olyan hely, ami hozzátesz valamit Székesfehérvár kulturális életéhez, amely sokszínű. Viszont, ahogy mondtam, hogy zászlós hajója, ebben semmiféle túlzás nincs, hiszen a képzőművészet általában rendkívül fontos számunkra a könyvekkel együtt, tehát olyan könyveket ismerhettünk meg a jóvoltodból, illetve olyan a kortárs művészet alapjait mutattad be az elmúlt nagyon hosszú idő alatt, ami, majd erről beszélünk, hogy mi ez a hosszú igen, idő, igen. Ami azt hiszem, hogy mindannyiunk javára szolgált, mert a kultúrának mondom alapvető és fontos része a képzőművészet is. No, viszont ahhoz, hogy tudjuk, hogy indultál, hogy volt az indulásod, az is fontos, hogy megtudjuk, hogy miként választottál magadnak hivatást, hogy lesz egy ifjú hölgy művészettörténész, egy elhivatott. A József Attila gimnáziumba jártam itt Székesfehérváron, és mindig is nagyon szerettem a történelmet és az irodalmat. De valahogy egy picit ezeknek a határterületeit, a művelés történetet, a művészetet, és itt majd el kell mondanom egy személyesebb részt, most az oktatáson kívül úgy értem. És ez az, hogy én nagyon sokat jártam a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum, akkor még István Király Múzeum kiállításaira. Itt nyilván ezt a szüleimnek kell köszönni, hiszen egész kislányként, amikor az ember még valószínűleg magától nem megy be egy kiállításra, akkor ők azok, édesanyám főleg, aki járt ezekre az eseményekre, és valahogy vele voltam én is. Én azt gondolom, hogy teljesen tudat alatt szívtam magamba a képzőművészetet. Nyilván gyerekként nem feltétlenül néztem én meg az összes képet, vagy tudtam egyáltalán, hogy hol vagyok. Ez így utólag tudatosult bennem, hogy amikor megismertem már itt dolgozva ennek a múzeumnak a képzőművészeti életét, a múltját, a kiállítások történetét, akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy hát én azon, mintha ott lettem volna, akár már kisebb kamaszként, vagy akár kisgyerekként, néha egy-egy fotón is feltűnök véletlenül, tehát ebből tudom rekonstruálni, de az egésznek a levegőjére, az egésznek a hangulatára, azokra a szombat délelőttökre nagyon jól emlékszem. Tehát az biztos, hogy így a képzőművészet, az tényleg... Nem is az oktatáson keresztül, ezt el kell, hogy mondjam, hogy az iskola keretein belül művészettörténet oktatást én nagyon keveset kaptam. És ezért, hogy kérdezett, hogy döntöttem el, szóval nem volt egyszerű a pályaválasztás, mert azt tudtam, hogy mik érdekelnek. Tulajdonképpen én ezt a művelődés történetet tartottam még izgalmasnak, de ahogy nézegettem, hogy milyen szakok vannak, egy dolog volt még biztos, hogy angol szak lesz az egyik, mert egy nagyon-nagyon jó angol tanárom volt itt a gimnáziumban, Kasper Teréz, muszáj, hogy elmondjam a nevét, mert hogy mondjam, egy magabiztosságot adott abban, hogy erre a szakra az ember merjen felvételizni. Tudtam, hogy felkészített bennünket olyan szintre, hogy egy egyetemi felvételén az ember sikerrel fog részt venni. A művészettörténet az egy nehezebb dió volt, mert az tulajdonképpen teljesen, ez nem akar ilyen nagy képviselni, azt magamtól kellett megtanulni, mert a művészettörténeten egy művészettörténeti felvételi volt. Tehát például a jogon ugye magyar töri, de a művészettörténeten ebből a szakmából, vagy ennek a lexikális, a tudásanyagából volt felvételi. Jártam egy évet Budapestre egy előkészítőre, ahol azok az emberek tanítottak, akik azért ismerték, hogy mi az, amit egy felvételén tudni kell, tehát mi az a szint, amit tudni kell. És így kerültem végül is művészettörténet szakra. Tehát van egy, szerintem elsősorban családi,
gyerekkori indítatás, szerintem az, hogy egyszerűen természetesnek éreztem ezt a közeget, mozogni a kiállító terekben, ahol furcsa képek, vagy furcsa művek, akár furcsa emberek, furcsa happeningek, koncertek, vagy szövegek hangzanak el egy megnyitó alkalmával, és mi gyerekként ott nyilván csak szaladgáltunk, de hogy a csápok azok azért biztos kint vannak. Tehát ez volt az indítatás, méghozzá duplán, tehát az angol és a művészet történet. Nos, az egyetemi évek alatt mennyit erősít meg egy hivatott emberben? Mi mindent lehet megtanulni, hozzátenni? Mennyit változnak az elképzelései, és hogyan választ, ami a legfontosabb önmagának szakirányt, hiszen ez sok színű a művészet történet mindenképpen. Szerint nekem az egyetem, amit így hallottam róla előzetesen, az ugyanazt nyújtotta, amit vártam, aztán az majd egy másik téma lesz, hogy aztán a munkában mit segít, hanem majd mindjárt kitérek. Én szerintem eléggé hamar tudtam, és akkor itt megint vissza kell térnem arra a kortárs, mindig a kortársakat, a jelenkori problémákat bemutató múzeumi közegre, és itt muszáj elmondanunk Kowalowski Márta és Kovács Péter, és az ő főnökeik, Petres Éva és Fitz Jenő nevét is, akik ugye itt Székesfehérváron ezt a gyűjteményt, ezt a nagyon izgalmas és jelentős, és a mai napig országosan jelentős kiállítási programot és gyűjteményt elindították, és ebben ők dolgoztak. Szóval, hogy én ezen szerintem akkor már tudat alatt sem akartam változtatni, de tudtam, hogy engem így valószínűleg a második világháború utáni, leginkább a kortársaink művészete fog érdekelni. Tehát tudatos voltál, nem kellett irányítani. Nem is kellett szakot. De kaptál ehhez segítséget? Tehát mert nyilvánvaló, hogy vannak olyan mesterek, akik, ha észreveszik, hogy valaki ezt szeretné, és ráadásul kellően tehetséges ahhoz, hogy érdemes is pluszban foglalkozni ezzel, akkor segítőkezet nyújtanak. Tehát itt most felsoroltál ugye 4 embert, akik megadták az alapot. Az alapot. Az egyetemen már nekem nem volt igazándiból olyan ember, aki szóval szerintem viszonylag így önállóságra is voltunk nevelve, és én azt úgy emlékszem, hogy az évfolyamtársaim is nagyjából tudták 1-2 év után, ha csak nem már a kezdetektől volt, aki nagyon tudatosan érkezik, hogy a középkorral, a barokkal, vagy a 20. századdal fognak-e, vagy szeretnének-e későbbiekben foglalkozni. Egyébként a 20. századot valószínűleg idő és annak a sokszínűsége, tehát az idő hiány, főleg mondjuk a 60-as, 70-es évek utáni művészetet, azért mi inkább csak érintettük már, és ezért ezt most egyáltalán nem kritikaként említem, de nem voltam benne nagyon otthon, később tanultam meg, már leginkább a múzeumi munkámban, de még egy helyszínt nagyon fontos megemlíteni, mert itt én ott nagyon sokat tanultam, az egyetem után elmentem dolgozni az Artpool Művészeti Dokumentációs és Kutató Intézetbe. Ők Galántai György és Kranicai Júlia, akik a rendszerváltás előtti, főleg az alternatív helyszíneken működő kézművészeti eseményeket dolgozzák fel. Ez egy nagyon komoly gyűjtemény. A fontosságát azt hiszem, hogy mostanra az is mutatja, hogy a Szépművészeti Múzeum, hát most azt nem tudom, hogy megvette, most ez lényegtelen, most a Szépművészeti Múzeum kötelékében dolgoznak, mert korábban a főváros tartotta fönn ezt a kutató bázist, de hogy nyilván felmérték ennek a jelentőségét, és hogy egy ilyen gyűjteményt támogatni kell, ők mindig komoly pénzügyi gondokkal küzdöttek, mert mi minden meghívót, minden videófelvételt, hanganyagot a múltból ott leltároztunk, feldolgoztunk, és én ott nagyon sokat tanultam, neveket, helyszíneket, és ha Fehérvár az egyik olyan gyerekkorbeli
forrás vagy gyökér, ahonnan én táplálkozni tudtam így a szakmában, akkor az Artpool egyébként a második. Tehát belecsöppentél a kellős közepébe. A kellős közepébe, és én arról a világról szinte semmit nem tudtam. Sokan azt mondják, hogy a művészettörténészeknek nagyon nehéz dolga van, amikor ókorral, középkorral, koraközépkorral, aztán a 16., 17., 18. századdal foglalkoznak. Holott meggyőződésem, erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogy a kortárs művészet feldolgozása egy olyan eszközrendszerrel, ami a művészettörténésznek rendelkezésre áll, sokkal, de sokkal nehezebb. Hiszen olyan sokszínű lett a művészet mostanság már, és annyit változott, gondolok itt elsősorban nem pusztán csak a képzőművészet is, olyan sokféle stílus létezik, olyan sokféle nagyság, hogy ezt hitelesen közvetíteni a köznapi embernek, mert és nem csak a szakmának nyilvánvaló, ez a legnehezebb feladat. Igen, azért talán, mert nincs egy jó kód vagy kulcs, amivel ezt meg lehet érteni, vagy fel lehet dolgozni. Szerintem ez a nehézsége, hogy a vélemény, hogy a szubjektum, hogy ki mit szűr le magának, tehát ezek a lehetőségek számosak. És azért itt hadd mondjam el, hogy persze természetesen egy középkorász, ahol viszont a forrásanyag sokkal, tehát hogy én nem tennék, nagyon kedves, én nem tennék különbséget. Nem is kell, tehát nem. Szerintem tényleg az a nehéz, vagy a nehezebb kicsit a kortárs művészet közvetítésében, hogy nyitottak az értelmezési lehetőségek, és az ember nem tud igazándiból betanulni, vagy nincs mankója, vagy nincs segítség, főleg a kortárs, akkor ki mondja meg, hogy most arról a dologról mit kell gondolni. Mi magunk benne élünk, párhuzamosan készülnek ezek a munkák, tehát ebből a szempontból a jelenkornak a saját kritikusi közegnek kell megfogalmazni ezeket az értelmezési lehetőségeket. Talán ez egy nehézsége lehet, és ezt én érzem is, ha gyerekekkel, vagy ha felnőttekkel, most ilyen számomra azt hiszem mindegy. Egy picit azt is érzem, hogy félnek az emberek a kortárs művészettől, mert ezt nehéz tanítani, vagy mert eddig sose jut már el a tananyag, miközben ebben élünk. Tehát miközben én sokszor azt gondolom, hogy ezt kéne talán a leginkább megértenünk, hiszen itt vannak körülöttünk, itt élnek velünk azok az alkotók, akiknek a munkáit nézzük a falon pár nap, pár hónap, most idézőjelben mondom, múlva. És szerintem az nagyon nagy baj, hogyha ezt nem próbáljuk megérteni. Így van, elítéljük, vagy éppenséggel véleményt mondunk, felszínes ismeretek alapján. Vagy éppenséggel felül, vagy túlértékeljük, az a másik probléma. Így van. Tehát tudatos volt, hogy ezzel foglalkozol. Mi hozott a Szent István Király Múzeumba, illetve az István Király Múzeumba? Hát én nem is, szóval én úgy valahogy végeztem, és az Artpoolba dolgoztam, és igazándiból úgy a fiataloknak ezzel a tét nélküli, vagy még előttünk van az élet, még nem annyira kell izgulni, szóval igazándiból nem nagyon tudtam, hogy mi lesz, hogy mi fog velem történni. Az Artpoolban nagyon sokat tanultam, tényleg nagyon sok impulzus ért ott, és akkor kaptam egy lehetőséget, én egy évet a Deák Képtár, a Deák Gyűjteményben dolgoztam. Abban az évben egyébként Nagy Zoltán volt az igazgatója, akkor éppen Nagy Zoltán volt az igazgatója, és a Képtár gyűjteményi katalógusát készítettük el, tehát ebben a munkában sok kollégámmal, művészettörténészekkel együtt részt vehettem. És én igazándiból még megmondom őszintén, hogy akkor sem tudtam, hogy mi lesz 5 év múlva, vagy 10 év múlva. Én nem, szóval ilyen módon így sosem terveztem, azt hiszem, eléggé tudatosan az életemet, hogy mit szeretnék, vagy nem kopogtattam a Szent István Király Múzeumban. És akkor volt egy lehetőség, hogy szerintem ezt abszolút el lehet mondani, Sasvári Edit elment a múzeumból, Budapestre ment a Kiscelli Múzeumba dolgozni, és volt egy álláshely. Tehát itt kaptam egy lehetőséget, és én tényleg ezt most így ilyen
túlzás nélkül mondhatom, hogy én így nem is reménykedtem, hogy itt Székesfehérváron, a múzeumban, ahol tulajdonképpen kis túlzással fel is nőttem, én ide vissza tudok jönni dolgozni, de hát azonnal igen mondtam. Igen, felnőttél, ha úgy tetszik, hiszen én hát közel 20 esztendeje kísérem végig a Szent István Király Múzeum történéseit, úgy mondom. Igen. És amikor feltűntél, akkor már nyilvánvaló volt, hogy a kortárs művészet az a tiéd. Illetve Szűcs Erzsivel, a többiekkel együtt. Természetesen. Hiszen amikor beszéltünk a négyekről, a négy legendáról, azért tegyük hozzá, hogy felnőtt egy olyan generáció veled együtt, akik nagyon sokat tettek azért, hogy Székesfehérváron meghonosodjék, és fajsúlyos részt kapjon a művészettörténész körökben is elismerten a kortárs művészet. Így van, és akkor köszönöm, hogy mondod. Szűcs Erzsébet volt a kollégám abban az időben, amikor a múzeumba kerültem. Akkor ketten dolgoztunk ott művészettörténészként, és aztán pár évre rá Gertner Petra, a kolléganőm is a múzeumba került, és most így hárman dolgozunk művészettörténészként. Igen, és természetesen a többi intézményben is említeni kell a művészettörténész kollégákat. Nagyon fontos, hogy itt együtt tudunk dolgozni, nagyon jó szakmai kapcsolat van közöttünk. Most nyilván a kortárs művészetről beszélünk, ezért most nem megyünk feltétlenül bele, de hogy ez egy nagyon jó és egy nagy múltú, és minden művészeti korszakkal nagyon komoly szakemberek dolgoznak, tehát ez egy nagyon inspiráló közeg. Mennyit változott a kortárs művészet, amióta, tehát mennyire lett elfogadott, miként látott te? Hiszen a kiállítás látogatottságán túl nyilván megjelent számtalan olyan új stílusirányzat, amit nem ismertünk még évtizedekkel ezelőtt. Megjelentek olyan alkotók, akik a tehetségükkel bizonyították, hogy helyük van, nem csak Székesfehérvár, hanem a magyar képzőművészet palettáján is. Általában mennyit változott? Figyelünk-e mi köznapi emberek a kortárs művészetre eléggé? Hát, ha őszinte szeretnék lenni, akkor szerintem legyél. Nem. Szerintem nem. Nehéz terep. Én érzékelem, hogy miért az. Ugyanakkor azt tapasztalom, és ebben nyilván a mi felelősségünk is nagyon nagy, és talán nekünk is még sokkal aktívabbnak kéne lennünk itt dolgozó kollégáknak, hogy közvetítsük ezt a tudást, vagy nem feltétlenül nyilván nem a lexikális tudást, hanem azt, hogy hogyan forduljunk egy-egy mű felé. Tehát én nekem a tárlatvezetéseken az Új Magyar Képtárban, ami a múzeumunk kortárs gyűjteményének az állandó kiállítása, mindig nagyon jó tapasztalataim vannak. Remélem, hogy ezek nem hangzanak nagyképűen, de hogy azt veszem észre, hogy úgy rácsodálkoznak az emberek, és hogy nagyon hálásak azért, vagy köszönnik azt, hogyha segítünk az értelmezésben, az időszakok, a stílusokat, rendek felvázolásában. Itt most nyilván egy hosszabb kifutásról beszélek, tehát a 60-as évektől napjainkig, megmondom őszintén, nekem is könnyebb arról beszélni, ami már elmúlt, hiszen az már fel van dolgozva, tehát hogy lássuk be, hogy az új dolgokról mindig a legnehezebb. Kérdezed, hogy mennyire, én ezt így nem érzékelem pontosan, hogy mennyire lett akár elfogadottabb, vagy mennyire jönnek többen. Vannak kiállításaink, amire nyilván sokkal többen jönnek, népszerűbb témák, vagy népszerűbb műfajok. Egy fotó az mindig nagyon népszerű műfaj lesz, lássuk be, hogy ezzel igazándiból kudarcot vallani azért az ahhoz elég... Lám, itt van nekünk ugye a híresek ahhoz, és képek. Azért nagy bénaság kell, igen, hogy az ember egy fotókiállítást úgy elszúrjon, hogy mondjuk ott nem lesz egy érdeklődő látogató. Na látod, már is megérkeztünk, tehát itt említettem, igen, a híresek és képek, hát az egyértelmű, hogy ott sokan, igen, látják, mert nagyon-nagyon fontos, függetlenül ott, és az is kortárs, bármennyire is a, igen, 20. század elejéről indult. Így van. No de... Tehát amikor a tárlatvezetésről, igen, beszéltél, igen, akkor már felvillantottad azt a sokszínűséget, ami a művészettörténészeket általában jellemzi, de téged kiemelten. Tehát tárlatvezetések, kurátora vagy számtalan kiállításnak, rengeteg kiállítást nyitsz meg. A kortárs művészet jószerűvel valami szakcikkeket írsz, olyan helyeken jelensz meg, ami fontos,
a belső, abban az értelemben, hogy a szakmán belül, és nyilván megerősítést ad neked. És én felírtam egy csomó mindent. Ugye a Kortárs Művészeti Fesztivál, ez egy különlegesség Székesfehérvár életében, mert bármennyire is vonzódunk még a régmúlthoz, de ugyanúgy megbecsüljük, és ez személyes tapasztalatom, a Kortárs Művészeti Fesztivál eseményeit. Igen. És ebben óriási szereped van. Ugyanúgy, ahogy a múzeumok éjszakája, de most először a Kortárs Művészeti Fesztiválról, mert ez szívügye mindenkinek Fehérváron. Hát ezt ugye mindenki tudja Fehérváron, vagy nagyon bízom benne, hogy Szűcs Erzsébet kolléganőm indította el talán 2000-ben. Igen, az évezred első valamikor. Volt egy nulladik év, de most ilyenkor nekem nem emlékszem rá pontosan, de nem érdekes. 2000-ben, tehát most már ez egy két évtizedes fesztivál. És ez nagyon fontos egy város életében, hogy legyen egy olyan időszak, amikor koncentráltabban lehet menni olyan eseményekre. És szerintem nagyon jól találta ki azt Erzsi, hogy nem csak a képzőmű, tehát ez egy kortárs fesztivál, mert minden műfaj, minden területe a művészetnek benne van. A zene, a tánc, az irodalom, és természetesen a színház és a képzőművészet. És szerintem ez nagyon jól működött is, vagy működik is. Most már nyilván sokat változott itt az évek során ez a fesztivál. Szerintem most ennek így a részleteiben nem mindenáron menjünk bele, mert ez akár egy külön beszélgetés témája is lehetne azokkal, akik ezt szervezik. Én úgy voltam ebbe benne, hogy igyekeztem arra az időre, amikor Erzsi ezt, vagy kijelöli közösen a főszervezőkkel, akár az utóbbi időben ennek a intervallumát, akkor abban az időszakban mondjuk a múzeumban is nyíljon egy olyan kiállítás, ami ezt a kortárs fesztivált erősíteni tudja. No, Magyar Avangárd, Múzeumok Éjszakája, Művészkönyv, Híresek és Képek, ami most van, Kósa János, Sár Erzsébet, tehát emberek, meccéspontok, együttállás, remek kiállítások voltak. Hogyan nézzünk modern festményeket, kérdezel? Najádok, ugye a Bukovász Lajos tanár úr kiállítása, Pinke Miklós barátunk, Pilinszkire emlékeztünk, Türelemjáték, aki az abszolút kortárs, Varga Gábor Farkas, aztán Vakáció volt a Pireneusokban, ha úgy tetszik, egykoron. Ez állat, egy kortárs festőművészek nagyon-nagyon többen, aztán az Esztelen-Mesztelen, más megvilágítás. Tehát stílus tanulmány lenne, hogy mi mindenbe fogtál bele és hoztál közel hozzánk. Hogy készülsz ezekre a kiállításokra, illetve a kurátori feladataidat, hogy tud, hiszen ez mind teljes embert kíván. És én nagyon jól tudom, hogy ez nem 8 órás feladat, viszont kellő bölcsesség kell ahhoz, hogy azt a szintet tartsd, azt a magas szintet, amit magadnak meghatároztál az elején. Hát, köszönöm, ha így látod, hogy is készülök. Szóval az ember jár kiállításokra, próbálja magát is egy szinten tartani. Rengeteg a kiállítás, főleg a fővárosban, szóval az egy frusztráció, hogy az ember természetesen nem jut el a felére sem. Azért, hogy tudjam követni, vagy tudjuk követni, a kollégáim ezt nyilván ugyanígy csinálják, tehát most én magamról beszélek, de ez, azt hiszem, hogy így működik. Hogy tudjuk, hogy kik azok hogyha fiatalok, akkor őket miért fontosak, új szint hoznak-e, újdonságot hoznak-e a művészetbe. Azért Székesfehérvár mindig is hangsúlyt fektetett arra, hogyha kiállít egy művészt, akkor annak akár az első múzeumi kiállítás legyen. Ez egy nagyon fontos presztízs helyzet. Tehát kiállít egy kávézóban először, most már kultúrházakban kevésbé, de úgy Budapesten azért ott is lehet, vagy egy galériában, ugye most van a kereskedelmi galériák, itt körülbelül 2 évtizede, vagy másfél évtizede annyira intenzíven működnek, hogy az is egy nagyon jó kiállítási lehetőség. De azért mindenki egy múzeumi kiállításra vágyik. Azt látni kell, hogy amikor itt a kollégáimmal felkérünk egy-egy művészt, hogy a Szent István Király Múzeumban kiállítást rendezzünk neki, vagy hozza el a műveit, őket nagyon nagy megtiszteltetés éri, és ez tényleg ez egy fontos helyszín, most már ezt nem akarom ismételni. Presztízse van a mai napig, tehát a Székesfehérvári Múzeum, hát az oda nem, tehát nem, tehát én nem emlékszem, hogy bárki nemet mondott volna, sőt inkább
talán a sorban állás a jellemző, hogy sokkal többen szeretnének, de hát nyilván tereink egy év az 365 napból áll, tehát ennyit bírunk mi is, mi sem vagyunk nagyon sokan. Szóval vannak olyanok, akiket az ember akár felfedez, néha véletlenül, tehát nem ismerem azt a nevet, nézem, figyelem, akár évekig, mert nem első pillanatban rögtön az ember múzeumi kiállítást ajánl. Illetve vannak olyanok, akik mondjuk elértek már egy szintet, és azt gondolom, hogy a múzeumban igenis megérdemelnek egy összefoglaló kiállítást a pályájuk viszonylag elején, mondjuk a 40-es éveikben, ahol tartanak. Vannak visszatérő művészeink, akiket a múzeum kötelességének tart figyelemmel követni. Hiába állítottak már itt ki 85-ben, 98-ban, alkotnak, változik a pályájuk, érdemes 15 évente újra és újra megmutatni őket, mert csak azért is, mert a gyűjteményünkben egy fontos műtárgy anyaga, egy műtárgy mennyisége van már egy művésznek, és itt az elődeim is nagyon fontosnak tartották, hogy a kiállítási program és a gyűjteményezés az párhuzamosan haladjon. Tehát akinek kiállítása van, attól egy múzeum általában gyűjteményezés, tehát gyarapításra is törekszik. Annyi nevet, vagy annyi kiállítást mondtál, igen, hogy nyilván egyenként is lehetne, de hogy... De nem, én szóval, most általánosságban igen. Soroltam fel, mert hogy lassan itt van a beszélgetésünk igen. vége, és tulajdonképpen ezzel csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy milyen sokszínű a mi Ezinger Katink, mondhatjuk köszönöm. Így. Azt tudjuk, hogy ismert vagy, tudjuk, hogy elismert vagy. Elégedett is vagy? Igen. Még lehetnék elégedettebb. Én nagyon, nagyon vágyom arra, hogy Székesfehérvárnak legyen, mert annyira értékes ez az anyag, ami itt van, egy nagy múzeuma, egy nagy múzeum épülete. Tehát ha most beszélhet elégedettet, igen, amúgy igen. Szerintem ez a város elbírna egy nagy, szép, új múzeum épületet. Erről már sokat beszéltünk. Sokan beszéltünk, nyíltan beszélünk erről, amikor ilyen hosszú távú tervekről, vagy a jövőről, a vízióinkról szó kerül. Nagy a gyűjtemény, és nagyon szívesen mutatnánk be egy sokkal szélesebb merítést ebből az anyagból. Bizakodó vagyok, és köszönöm, hogy megtiszteltél. Én köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, Ezinger Katalin művészettörténész volt a vendégem a Szent István Király Múzeumból, és mindenről beszéltünk, ami kortárs művészet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak bennünket, megnéztek. Viszontlátásra!